iskolásoknak mindenféle tankönyvet, és most éppen szétszedjük osztályt. Nagy a sürgésforgás a Vörösmarty általános iskolában, megérkeztek ugyanis a tankönyvek. A diákok és a pedagógusok most válogatják őket szét azért, hogy szeptember 2-án mindenki padján egy kész csomag állhasson. Az intézmény vezetője azt mondja, minden rendben halad ahhoz, hogy zökkenőmentesen indulhasson az új tanév. Az iskola gondoskodott a tankönyvek megrendeléséről, az egységes csomagok összeállításáról, és ezt teljesen térítésmentesen kapják meg a család. Illetve semmi egyéb tudnivaló nincsen, a kollégák minden egyes kisgyereknek egyénileg összeállítják az egész tankönyvcsomagot, és mindenkinek a padján fogja várni szeptember 2-án hétfőn az iskola kezdésnél. A tankönyvcsomagok összeállítása mellett más technikai tennivalókra is szükség van a tanévkezdéshez, tette hozzá Makai Névida Bernadett. Teljes aktivitással készülünk a tanév indítására, tulajdonképpen az iskola épületében mindenféle technikai fertőtlenítős takarítás megtörtént. Most már a tankönyvcsomagok összeállítása tulajdonképpen órarendkészítés, tantárgyfelosztás, és akkor remélhetőleg az évvégi értekezletekkel elindulunk, és minden készen áll arra, hogy zökkenőmentesen tudjuk indítani a tanévet. A tankönyvek ebben az évben is ingyenesek a diákok számára.